Sziasztok! A mai napon megnézzük az építkezéseket a Budai Várban. Itt kezdünk a pénzügyminisztériumnál, ami már el is készült. Mindjárt megnézzük előről is. A videó pedig fejezetekből áll, úgyhogy akik például a budavári palota aljépületének bontása érdekel, az egyből oda tud ugrani. Íme a pénzügyminisztérium előről. Láthatjátok, hogy gyönyörű lett az épület. Úgy néz ki, mint eredeti pompájában több mint 100 évvel ezelőtt. És most ide bevágok egy képet, hogy lássátok, ilyen volt 10 éve. És ilyen pedig most. Igazán csodálatos lett. Az épület nem csak, hogy visszanyert eredeti kinézetét, de eredeti funkcióját is visszakapja, vagyis ismételten pénzügyminisztérium lesz. Még néhány apró munkálat lehet hátra, de ránézésre már teljesen elkészült. Megnézzük oldalról is. A pénzügyminisztérium mellett pedig a Pallas Athéné konferencia központ épül fel. Ez egy kicsi épület, ez hamarosan is készül. És megérkeztünk a dísztérre, ahol pedig a Vöröskereszt székház épületét építették vissza. Ez az épület is már nagyon előre haladott állapotban van, tehát hamarosan el fog készülni. Természetesen már nem a Vöröskereszt lesz itt, hanem ez egy irodaházként fog működni. Itt pedig a Honvéd Főparancsnokság épülete épül vissza, ez még azért soká lesz kész. És egyébként nem teljesen fog visszaépülni. Az eleje igen, de a hátulja az nem. Ott csak hozzáépítenek egy kis részt, de nem lesz olyan nagy, mint eredetileg volt. Ebben az épületben 6 történeti múzeum fog beköltözni. Bár eredetileg azt mondták, hogy ez egy látogatóközpont lesz. Végül meggondolták magukat, és a 6 történeti múzeum fog ide költözni. Láthatjátok a Honvéd Főparancsnokság hátulját. Természetesen azért ettől sokkal szebb lesz. De nem lesz olyan nagy, mint eredetileg volt. Ha jól tudom, ez az egyetlen épület, ami nem eredeti formájában épül vissza. És ha fordulunk a másik irányba, akkor pedig a József főhercegi palotát lehet látni. Ez is még lesz nagyjából egy másfél év, mire elkészül. De ez is egy nagyon szép épület lesz. És itt vagyunk a Szent György téren, ami szintén teljesen meg fog változni. Erről a Nemzeti Hauszman Program egy hónapja osztott meg képeket. Itt be is vágom a képet, láthatjátok. Hát ez mindenki eldöntheti, hogy ez tetszik-e vagy sem. Én személy szerint annyira nem örülök, hogy dupla fasort kap a József főhercegi palota oldala. Hát itt ezen a részen itt lenne majd az a dupla fasor. Mert szerintem kár kitakarni ezt a gyönyörű épületet. Viszont a tér közepén ez egyébként jól néz ki. A közepén pedig a Szabadság oszlopát fogják felépíteni, mármint hát az egy szobor lesz. Amit még 1848-ban egy olasz szobrász tervezett, Marco Casagrande. Bár a szobor soha nem épült itt fel. De a terveket elkészítette, és most az ő tervei alapján fogják ezt megvalósítani. Ez az olasz szobrász egyébként nagyjából 20 évig tevékenykedett itt Magyarországon, a várba is, illetve az esztergomi bazilika díszítésén is dolgozott. Ez itt még mindig a József főhercegi palota. Azt még nem mondtam el róla, hogy az Alkotmánybíróság fog a tervek szerint ide költözni. És itt pedig készül lent a mély garázs, ott lent láthatjátok, és a várfal is teljesen meg fog újulni, ott a háttérben talán látható, hogy már egy lépcső is részben elkészült, és olyan még nagyon jó, hogy itt lesz egy sétány, tulajdonképpen a Tóth Árpád promenádnak a meghosszabbítása lesz, tehát itt majd a várfal mellett és a József főhercegi palota mellett el lehet majd sétálni.
a kis ízenítő a Budavári Palota alépületéből. Most igazán jól néz ki. Itt látható a lovarda. Bal oldalon vagyunk, inkább itt előttünk a Budavári Palota előtt a főőrség épülete. A lovarda és a főőrség már 2-3 éve elkészült. Itt pedig a Karakas Pasa tornya újult meg. Azt hiszem tavaly lett kész, 2023-ban. Egyébként egy kávézó üzemel benne, csak még korán van és nem nyitott ki. De hát ezek már készen vannak, és csináltam is róluk több videót. Úgyhogy nézzük meg akkor a Budavári Palota A épületét. Íme a Palota A épület része. Hát már ami maradt belőle. Hát persze, hogyha a szovjetek nem alakították volna teljesen át az épületet, akkor most nem kellett volna ennyire lebontani. De visszakapja eredeti kinézetét, és gyönyörű lesz. Íme bevágok ide egy látványtervet, hogy lássátok, mennyire gyönyörű lesz. Itt egyébként a megújulás után majd palota történeti kiállítást lehet megtekinteni. Visszatérve a szemben látható József főhercegi palotára, azt egyébként az 1960-as évek végén bontották le, tehát ez is bizonyítja, hogy a II. Világháborút jól megúszta, de utána már 20 évvel később nem akarták felújítani, úgyhogy egyszerűbb volt lebontani. És hát az A épület. Majd persze jön a B, a C, tehát jön a többi szárny is, és mindegyik meg fog újulni. De ez több mint 10 évig fog tartani. Egyébként ha ellátogattok ide a várba, akkor mindenhol van kirakva egy csomó hasznos információ, magyarul és angolul is. Így láthatjátok, hogy milyen volt a 20. század elején a vár, és tulajdonképp, hogy milyen lesz újra. Ezeket érdemes megnézni. Egyébként a borfesztiválra készülnek, ami szeptember 14-én és 15-én lesz itt a Budai Várban. Akit érdekli, az jöjjön. És természetesen a palotának ezen részét meg fog majd újulni. Az utolsó állomásunk mára. Ez az útfelújítás, valószínűleg a jövő évben ez is elkészül. Illetve a déli várfalak felújítása is folyamatban van, erről is csináltam már múltkor egy videót, most azt nem nézzük meg. A távolban pedig a Citadellát lehet látni, ott is komoly átalakítások zajlanak. Úgyhogy ha érdekel titeket, akkor írjatok meg kommentben, és akkor legközelebb arról lesz videó. Köszönöm, hogyha megnéztétek, sziasztok!